keresztel végig. Vigyori! Vigyori is van. Jó? Fotós bácsi. Jó, Péla. Azt mondom, hogy rókolom a kezét, lábását. Tessék makarni! Thank you.
zdraví! Jó! Na gyere, 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 lehet, hogy a csörökkel a cigán se dolgozik. Jó, jó. Lehet, hogy... Hello! Jó napot kívánunk! Jaj, de sokan nézett minket, áldja meg az Isten őket! Jaj, de sokan nézett minket, áldja meg az Isten őket! Brazilosan ők lebarnulva. Hát igen. Annyi mindent kéne, még elmond. Lényeg vagy főjebb? Köszönöm Morzsikának. Azt hiszem, hogy szem nem marad szárazon. Szeretettel köszöntök mindenkit határon túlról, határól innenről, a 19. aratónap alkalmából megrendezett nyitó ünnepségen. Sok jó ember kis helyen is elfér, mondja a mondás. Ma azért jöttünk össze határon túlról, hogy kicsit ünnepeljünk, elvégezzük azt a feladatot, és átadjuk az ifjaknak, az ifjúságnak azokat a hagyományokat, amelyeket mi is örököltük szüleinktől, nagyszüleinktől. Szeretettel köszöntöm még egyszer önöket, és ezennel megnyitom a 19. aratónapot Szarvason ezüstszülőben. Az idei rendezvénynek a díszvendége Ótelek. Szeretettel köszöntöm az ótelkieket, legyenek üdvözölve itt nálunk. Kozma István urat, aki képviseli Ótelek települést. Szép napot, napos napot és kellemes napot. Dobigyen Misőjön Mili Hosztja. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem a Magyar Országgyűlés, Magyar Köztársaság Országgyűlésnek alelnökét. Elnök úr, köszönjük, hogy megtisztelt minket. Több éve jár hozzánk, és úgy gondolom, hogy barátunként
üdvözölhetjük itt. Szeretném köszönteni az ótelkieket is, hisz még nem voltak nálunk, de ma díszvendégeink. Tudják, mikor az ember határon túlon jár, Kis-Magyarország határait elhagyja, akkor csodálkozik azon, hogy meg tudják tartani a magyarságukat, és ott komoly dolog, mondhatnám komoly munka, megtartani mindazt, amibe beleszülettek annak idején. Őrizni. Még azt a nyomort is meg akarjuk őrizni, amiért mi harcoltunk itt, és azokért az eredményekért, amelyeket elértünk az utóbbi években. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem önöket Szarvasváros képviselőtestülete, Dankó Béla országgyűlési képviselő nevében, és végezetül egy jó kívánsággal, adja az Isten bort, búzát, békességet, s hozzá jó egészséget. Hajrá, magyarok! Köszönöm, hogy eljöttek! Polgármester úr, kedves Závoda Ferenc elnök úr, kedves barátom, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, határon innen és határon túl. Amikor Péter pár napja megérkezik, amikor a gabona tövem megszakad, amikor a gabona megérik, akkor nem csak az adatoknak, nem csak a gazdának, hanem az országnak, a nemzetnek is fontos, hogy a kenyér, ami az életet jelentette hosszú évszázadokon keresztül, és ma is, az betakarításra kerül, minél előbb a magtárba kerüljön. Meggyőződésem, hogy a hagyományok ápolása, ez a csodálatos összefogás, ez a Kárpát-medencei magyarság, a Kárpát-medencében élő népek összefogása és egysége is. Szinte majdnem minden aratónapon itt vagyok, most úgy éreztem, hogy az első rendet is együtt kell vágjuk. Ezzel is, ha egy picivel hozzá lehet járulni, azt az összefogást szeretném erősíteni, ami bennünket összekötött, összeköt ma is, és a jövőben is mindenkinek ezt üzenve. Ezt kell üzenjük, hogy mi egy nemzet vagyunk, és együtt kell, hogy éljünk a hétköznapokban és az ünnepeken is. Szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet. Szeretettel köszöntöm az itt le egybegyűlteket az Ótelekül Magyarul Magyaroké Egyesület nevében. Különösképpen Závoda Ferencet és csapatát, akik lehetővé tették azt, hogy ezen a napon együtt ünnepelhessünk a Kárpát-medence
és az anyaország magyarjaival együtt. A falunk már az este sikerült röviden bemutassa, éppen ezért ezzel nem szeretném az önök idejét rabolni. Csak még egyszer nagyon szépen köszönjük a meghívást és a szíves fogadtatást. És reméljük, hogy ez a barátság gyümölcsözni fog, és még nagyon-nagyon sokszor találkozni fogunk. Ezen szeretném megköszönni az Egyesület tagjainak kitartó munkáját és komoly hozzáállását. Hajrá, magyarok! Köszönjük szépen! Kedves jelenlévők, két hirdeti, de van a galambok. Hagyma. Öltem. Jó. Visikém, akkor gyere a jövő évi, csak én nem így szoktam fogni, hanem csak így, tudod? Rendben van, csak no, nem versenyre megyünk, csak nyugodtan. Komolyan? Igen. Meg vagyok elégedve veled, nem felejtetted el. Egyébként nem felejtem azokat a műsorokat, amit csináltuk a tisztelt házban, emlékszel rá? Aha. Nem is lehet. Adtunk azért ott egy-kettőt a Borsiknak néha. Ő nem szólhatott, aztán ott Latorca is leküldött néha, ugye nem szólhatott. Elnökölt, leküldött két-három szót. Két szót, akkor nekem tudnom kell. Nem már tudja. De csak forma.
Még abba kell tenni. Úgy, amennyit be tud fogni. Hogy szokkodnak a élet? A huszár. Lángost kóstolni, vagy tarhonyát. Nagyon ügyes vagy! Nagyon ügyes! És hogy hívnak? Ez neked a javadra írható. Jó megerősödött. Beri bácsira egy kötőt ott használ azért. Igen, belőle. Sárosra kell hozzá. Miért ne ihatna belőle? Egészségünkbe. Hát, ha még állít a rendőr. És mert ma van a születésnapon. Akkor nagyon sok színnap. Rambó! Főnök? Nem hát ő, a fakácsok főnök. Ez már elég nagy a bogrács, meg vannak. Rajta leszünk, bele leszünk a Facebookon. Benne leszünk a tévében, hol legyen most a valamit. De fogyasztom is meg. Azt kell, hogy mondjuk, hogy az agrárágazati kutatások a mai világban egyre nagyobb teret nyernek, főleg pedig Magyarországon, mert a mezőgazdaság fejlesztése, az innovációs technológiák gyakorlatban való átültetése egyre fontosabb cél, és ráadásul kihívás is. A NAIC, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egy speciális önálló kutatási osztálya, az Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály,
amely olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a mezőgazdasági vízgazdálkodás, azon belül a belvízes területek hasznosítási lehetőségei, az öntözéses gazdálkodás fejlesztése, és egy, nem mondanám, hogy mellékág, de inkább úgy fogalmaznék, hogy egyfajta nemesítési feladatot látunk el, mégpedig a rizs nemesítést és fajta fenntartást. Tehát ez a hármas komplexus az igazából, amely a mi kutatási tevékenységünket jellemzi, és a mai napon megpróbáljuk bemutatni igazából azokat a fajtáinkat, amelyek a rizs termesztésben mai termesztés technológiai szempontjából meghatározó jelentőségűek. Emellett a gabonakutatóval, a Szegedi Gabonakutató Kft.-vel közösen egy gabona bemutatót is szerveztünk, ahol a legújabb fajták jellemzőit, illetve leírását kínáljuk az érdeklődők számára. Megpróbáltunk tájfajtákat is bemutatni, tehát olyan jellegű kiállítással készültünk, ami úgy gondoljuk, hogy a aratónap nézőközönsége vagy érdeklődői számára megfelelő információkat nyújtanak. Köszönöm szépen! Hogy neved? Macsivas? Megyes! Az olcsó. Kedves Egon! Cintia vagyok, Szarvasra jöttünk az Ildikó cukrászdából. Dolgozni? A nevem Juhász Törkő Krisztina, Muzsjáról érkeztünk Vajdaságból, és ma itten a Kaszter Fókusz Családi Gazdálkodók Egyesületét képviseljük. Az egyesületünk az összefogta a térségünkben működő gazdákat, és kialakított egy céget is, amelynek a neve a Császárkert Kft. És oda hordják a konyhakertészeti veteményeket, és onnan továbbítsák. Úgyhogy valójában az egyesületünk egy nagyon nagy feladatot vállalt magára, és ez az egyesület működik, mondhatni, és jól működik, és reméljük, hogy továbbra is fenntartjuk. Azon kívül az egyesület az pályázatokat ír, rendezvényeket szervez, nálunk is minden évben megrendezzük a hagyományos aratóversenyt, immár ebben az évben a 33. aratóversenynek mondtunk, vagyis hát a múlt héten volt éppen a végén a mi rendezvényünknek is. Úgyhogy hát én talán ennyit tudnám mondani az egyes hangunkkal. Hey, 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 hey
Lássó meg nekem, hogy egy csókra szól, mi a sasszága. Utána meg bírt. Oh, yeah. Köszi szépen. Nézd, ott van Birszony, gyere! A szívemet, a csepető ellen talán kiállni. Én meg a pokolba is sétálni. Nézd a dolgát, azért mondom a javait. Márko, te is kezd? Tessék? Igen. Jöjjj, késztük testet. Igen, a hölgy mondta, hogy ha föltetszik állni, kérem tisztelettel. Enikő, mit fajtál? Csak az a baj, hogy 70. Nagyon. Állod, Márci! Gyertek be, gyertek! Farmer pakkba fog jönni. Ja, várjál, de szólj neki, mert most kellemetlen lesz. Péter Pál után a Kárpát-medencei magyarság számára egy különleges, kivételes lehetőség, hogy itt a Kárpát-medence közepén, Szarvason, a magyar és a határon túli összes magyar gazda egymásra talál, és egy nemes versengésben egy olyan aratóverseny, olyan főzőversenyt szerveznek, ahol a múlt hagyományai alapján felelevenítik őseink szokásai, és emlékeznek, együtt vannak, szövetségek köttetnek, szövetségek erősödnek meg, és az összetartozás érzése egyre jobban teret nyert közöttük. Nekem az a meggyőződésem, hogy, és jó magam is azért jöttem, azért vágtam az első rendet, hogy ne csak beszéljünk, hanem éljük is meg ezt. Hiszem, hogy az emberi kapcsolatokat, a barátságot nem deklarálni kell, hanem megélni úgy együtt, úgy igazán, mint ahogy itt most nem csak egy kocintás van, nem csak egy rend levágása van, hanem közös éneklés és közös jelenértékelés és jövőtervezés. Itt már hagyomány, hogy itt Szarvas ezüstszőrön már 19. alkalommal összejönnek a gazdák,
és hát egy idő óta ez már nem csak belföldi esemény és idegenforgalmi színpont, hanem a Kárpát-medencei magyarság juhani testvéreinkkel való szorosabb, tehát együtt lét szorosabb program alkotásra lehetőséget adó találkozó, mert ez nem csak egyszerűen az ezüstszőli alakónak, hanem a Kárpát-medencei gazdák együttműködésének színtere. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amelynek megyei elnöke vagyok, rendkívül fontosnak tartja ezt, hiszen ez messze túl lép az idegenforgalmi nevezetességen, az eseményen, ez egy agráriumnak egy fontos seregszemléje, amely egy csomó eszmélyiséget és üzenetet hordoz magába. Eszmélyiség az, hogy a magyar szent anyaföldnek a tisztelete, megőrzése mindennél fontosabb hazánkban, és az agráriumnak a tisztasága, a vidék megtartó ereje, amely mint egy közös értéket képvisel, hisz agrárium nélkül nincs vidék, vidék nélkül nincs Magyarország, és nincs gazdatársadalom, és a gazdatársadalom, mint a nemzet fenntartó ereje, viszi a vállán a vidéket és az országot. Tehát ezek a találkozók erősítenek bennünket ebbe a hídbe és tudatba, és ez külön örömünkre szolgál, hogy a határon túli testvér, magyar testvéreinkkel együtt gondolkodhatunk, és együtt értékelhetjük ezt, és építhetjük a jövőt. Az Európai Uniós tagsággal és a határok jelképessé váltak már, nekünk komolyabb programalkotási feladataink vannak, nekünk együtt kell gondolkodni a határon túli magyarsággal is, és az agrárium szekere csak így tolható radikálisan előre, hisz ebben a versenyhelyzetben, amit az Európai Unió ránk rót, csak egy összefogással, együtt gondolkodással tudunk eredményesen hát előre haladni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara messze menőkig egyetért ezekkel a találkozókkal, szerint lehetőségek szerint alapján támogatja. Meg el kell mondanom, hogy a gesztorságban is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara komoly szerepet vállalt, hiszen a Kárpát-medencei Gazdák Együttműködési Fórumának a gesztora, az Őrti Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos elnöke, és a külön megtiszteltetés, hogy itt Békés megyében van a székhelyünk, Orosházán, és innen indult el a szikra a kezdeményezés is. Az orosházi gazdakörünk volt az, amely ebbe az első lépést megtette, és büszke vagyok, hiszen agrártomori kisségem mellett a Békés megyei gazdakörök szövetségének elnöke is vagyok, és itt Békés megyében tettük meg az első lépéseket, és végigkezdtük a határon túli együttműködést egy ilyen széles fórumán. Én úgy gondolom, hogy az agrárium sikerre van károsztatva, ítélve, csak a gazdák összefogása és a gazdák tiszta együtt gondolkodása ennek a záloga, és ezek a fórumok messze menőkig ébren tartják ezt a gondolatot, és segítik az együtt gondolkodást, és szorosabbá fűzik kapcsolatainkat. Én nagy örömmel jövök ide minden évben, úgy tetszik el, zarándékolok, immár 19. éve mióta ez a rendezvénysorban beindult, résztvevője vagyok, és szerint lehetőségünk szerint támogatója is, és örülök, hogy újra itt lehetek, és örülök annak, hogy egyre több kapitásunk tiszteli meg jelenlétével azt a rendezvényt a határok másik oldaláról is.
az aratás van a középpontban, a gabona aratása, a kenyér alapanyagának az előteremtése, és azt gondolom, hogy itt ebben a térségben, Békés megyében és Szarvas környékén ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ez a térség ezer szállal kötődik a mezőgazdasághoz. Az itteni emberek nagyon-nagyon sokáig szinte csak ebből éltek, és most is manapság is nagyon sokan kötődnek a mezőgazdasághoz, és kiegészítőlevelként, vagy életvitelszerűen mezőgazdasággal foglalkoznak. És az aratás maga ennek az egyéves tevékenységnek, munkának, kemény munkának az eredményét tükrözi, amikor le lehet aratni a gyümölcsét ennek az egy évnek, és nagyon helyes, hogy a helyi hagyományőrzők megemlékeznek erről, és egy ünnepet szerveznek erre, hiszen, mint ahogy említettem, a térségnek ez nagyon fontos szimbólum lesz. Tudja, ebben az évben kezdtem a táncot. Mondd el, hogy hány éves vagy. Öt éves. Mondd el, hogy hány, milyen óvodában jársz? Milyen jelen? Cserepia jelen, és szemben jár. Mondd, hogy van egy kugicán, ő pedig hány éves? Nagyon szépen köszönöm. Mindenki megszerette, megismerte, és ahogy hallom, már Aradra vendégszereplésül hívják, mindent állnak. És Pécskára, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy... És köszönjük, hogy vagy nekünk, Marci. Tanárnőjük gratulálok. Gratulálok, és minden helység vagy város ilyen mazsereszt tanító tanárt keresi magának, és ebben szeretettel az egész csoportot meghívjuk a Pécskai Magyar Iskolánkosra. Szeptember 11-én, az ilyen napjárosik, és örülök, hogy megismertem, és gratulálok külön a szülőknek. A szülőknek az, akik nem hozzáták a gyerekeket. Köszönöm szépen, ez egy csókoló. Van Jakab István, van Dankó Béla. Na, akkor vagyunk. És hány beszéltél? Nem lehet, ezt nem bírjuk átadni. De hogy most vízbe, hogy vettek minket le? Hello! Egészségükökre! Nagyon szépen köszönjük! Melyik sátornál vagyunk? Mérjek mindent! Itt voltam! Itt voltam! Ne gondolsz veszek! Mama
Следите по камере, а мы еще не успеем приехать домой, вы уже все будет видеть, что вы как напишите. Это серьезное дело, я вам потом дома могу объясняться. Вам проще. Боишься, лучше бояться, чем одеваться. Как вы кажете? Как выйдет по телевизору, то сядем на шею. Amikor az élet betakarítását végezzük. Ez bármilyen korszerű technika lesz, mindig érezni kell az embereknek azt, hogy mit jelent az élet a számunkra, mit jelent a Kárpát-medencei búzából készült kenyér íze a számunkra, mit jelent a Kárpát-medencei ételek íze a valamennyi magyar ember számára. Barátaim, ez az érzés, ez az összetartozás érzése, ez azt hiszem pótolhatatlan és szinte mindent felülmúl. A magyar, magam és a Magyarországgyűlés nevében a következő esztendőben valamennyi résztvevőt, valamennyi ide érkező, határon túlul érkező csapatot és természetesen az itthoniakat szeretettel hívom meg a Magyarországgyűlésbe egy közös, kellemes délután. Töltsünk el együtt. Köszönöm megtisztelő figyelmeket, és szép napot, sok sikert kívánok! Hazánk történelme, hazánk története rengeteg közös témával szolgál, amit egy ilyen eseménnyel megoszthatok önökkel. Az első rögtön az aratás és az új kenyér lenne. Most abban az évszakban vagyunk, amikor lassan már ott tartunk, hogy a gabona aratással végzünk az országban, de még van előttünk munka. Van előttünk munka, mert még a nagyja hátra van, valamint hátra van még a napraforgó, és hátra van majd még később ősszel a kukorica aratása. De most már nem sokára elmondhatjuk, hogy a új kenyérnek való teljes egészében learattuk, teljes egészében bevittük a raktárokba, és rövidesen megsüthetjük az ország kenyerét, ahogy itt is látható, már elindultunk ezen az úton. A kenyér hazánk egyik jelentős szimbóluma, és mondom ezt azért, mert mint ahogy hallottam, meg az elmúlt években is tapasztalható volt, a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek most ide vendégek. Úgy, ahogy Magyarországon, valamennyi Kárpát-medencei településen is nemzeti jelkép a kenyér, nemzeti összetartozásunk egyik fontos szimbóluma. Ősszel volt hozzá szerencsém, hogy a Kárpátaljai Császlóc község megtisztelő meghívására Kárpátalján járhattam.
és ott azt éreztem, amit itt most önök között, összetartozást, barátságot és szeretetet. Én jó egészséget és sok sikert kívánjak. Jakab alelnök elnök úrhoz hasonlóan én sem szeretném az önök idejét tovább rabolni. A mai napot még élvezzük ki együtt, és további jó szórakozást kívánok önöknek. Úr, tisztelt asszony, tisztelt urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Mindannyian érezzük, tapasztaljuk, hogy igazi kalászélelő meleg van. Reméljük az idén nem sokat kell költeni a gazdáknak a víztartalom csökkentésére, ez is pluszbevételként maradhat majd a zsebükben, és egy jó mezőgazdasági évet könyvelhetnek el itt, ebben a térségben, ami a mezőgazdaság hazája és a búza hazája, én azt gondolom, hogy méltán mondhatjuk ezt, hiszen itt találkoztak azok a feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jó termés legyen. Itt adott a jó termőföld, a napsütéses órák száma az megfelelő, az országban egyik legmagasabb. A vízzel is találkozunk, néha túl sok is van belőle, de hála Istennek az öntözött területek nagysága is egyre növekedhet itt ebben a térségben. És találkozott az itteni emberek munkabírásával és munkaszeretetével. Ez a néhány tényező, amit korábban említettem, és ez eredményezte azt, hogy itt bizony nagyon sokat teszünk azért, hogy az emberek asztalára határon belül és határon túl a jó magyar gabonából készült kenyér kerülhessen. Aratáshoz érkeztünk, ilyenkor van az egyéves nagyon kemény munka eredménye, ilyenkor lehet learatni a gyümölcsét ennek a munkának. Én azt kívánom, hogy ezt a munkát egy picit feledve a mai napon, akik ide érkeztek, azok szórakozzanak, érezzék jól magukat, és töltsünk el együtt egy kellemes délután. Köszönöm a figyelmet! A határon túliak nevében köszöntsem kedves valamennyiüket. És hogyha már Erdélyből jöhettem, Isten szolgálja Mártonáron püspök úrnak, volt egy segédpüspöke, Jakab Antal segédpüspök úr, aki Áron püspök halála után az erdélyi főegyházmegyét, akkor az erdélyi római katolikus egyházmegyét 10 esztendeig vezette. Tőle idézem azt az üzenetet, amit meg szeretnék önökkel osztani, aki azt mondta, hogy a magyarság számára a nemzeti és a keresztény gyökerek együtt értelmezhetőek, mert olyan az egyik a másik nélkül, mint a test a lélek nélkül. Amikor a lélek elhagyja a testet, akkor ugye a halálnak a beálltáról beszélünk. Mi, ha magyarok bármelyiket elveszítjük ezen közös értékekből, akár a nemzeti gyökereinkről mondunk le, akár a keresztény hagyományainkról, akkor a magyar nemzetnek már nincs többé biztató jövője. Július 22-én Tusnádfürdőn a Szabad Egyetemen megalakul a Székelyföldi Értéktár Békés megye közreműködésével. És ezt az eseményt előkészítendő 2-3 héttel ezelőtt Kolozsváron jártam, és ott egy újságíró megkérdezte, hogy miért pont a Békés megyei önkormányzat segíti ezt a folyamatot, miért a Békés megyeiek segítségével alakul meg Székelyföld Értéktára. És akkor hirtelen nem jutott frappánsabb válasz eszembe, mint az, hogy azt mondjam, hogy minden fontos kezdeményezés, amely az egész Kárpát-medencében fontos lehet, vagy arra kiterjed, az természetes, hogy az ország szívéből indul ki. Hiszen ha magunk elé képzeljük a Kárpát-medencét, Kárpát-medence térképét és a közepére igyekszünk bökni, akkor nagyon jó eséllyel Szarvasvárosát, vagy valamelyik Békés megyei települést találjuk el. Most ez egy frappánsnak tűnő válasz volt, de aztán utólag belegondolva talán nem is volt teljesen igaztalan. Hiszen nem csak a Székelyföldi Értéktár megalakulása, hanem ez a rendezvény, az aratónap, az egész Kárpát-medencére kiterjedő Kárpát-medencei agrárstratégia is Békés megyéből indult ki, Orosházáról, körülbelül 2 évvel ezelőttről, és számtalan olyan kezdeményezés van, amely az itt élők gondolatai és jó akarata alapján az egész Kárpát-medencére kihat, és innen indult el. Mert hiszen összeköt bennünket az a közös kultúrkincs, az a közös gondolatkör,
hogy amikor erre a kenyérre tekintünk, mi magyarok, csítélő népek a Kárpát-medencében, akkor nem csupán egy élelmiszert látunk, nem csupán búzalisztet, vizet, sót, kovát és egyéb hozzá adott anyagokat látunk ebben a kenyérben, hanem a kenyeret megalkotó, a búzát megérlelő embereknek az egyéves munkáját, a Jóisten áldását, és azt a közös tudatot, amely bennünket, magyarokat az egész Kárpát-medencében összeköt. Isten hozta önöket itt, Békés megyében, a Kárpát-medence szívében. Köszönöm, hogy eljöttek, és szeretnék gratulálni a szervezőknek, hiszen először vagyok itt, de egy fantasztikus rendezvényt találtam. Köszönöm Závoda Ferenc barátomnak, megyegyűlési képviselőnek, kedves feleségének és az Egyesület minden tagjának ezt a fantasztikus munkát, amit a rendezvény megszervezésébe fektetett. Isten hozta önöket! És ügyelj rá, hogy eredménye is legyen. Én úgy gondolom, az aratás az, és ez nem az apám gondolata volt, a szarvasi, békésmegyi parasztember gondolkodása, aki hittel, reménységgel látott hozzá a föld műveléséhez, és sikere eredménye pedig az aratás volt. Az aratás persze jelenti azt is, hogy a megélhetésünk is biztonságban van, és meg lesz belőle a kenyerünk. Így gondolkodott a parasztember, és azt mondta, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Ez továbbra is szabály, és meg kell értenünk, hogy nem kérhetünk másoktól csak segítséget, nekünk kell érte sokat tenni. Ezt a parasztember pontosan tudta. Apám ezt adta át nekem örökségül. És annak azért örülök ma, hogy 19. alkalommal ünnepelhetjük azt, amit ezen a tájékon mindig megünnepeltek, az aratást, az eredményt, a sikert és a kenyeret. Szeretném megköszönni kedves vendégeinknek, mindannyiunknak, hogy megtiszteltek minket a 19. aratónap ünnepségén, és szeretném megköszönni Ferinek is, és a ezüstszőlői gazdáknak, hagyományőrző gazdáknak, hogy 19 éve megszervezik ezt az ünnepnapot. Volt, mikor nem ünnepelhettünk, mert beszolgáltattunk, tetszenek rá emlékezni. Ma pedig ünnepelhetünk, mert a saját földünkön valószínűleg a saját gabonánkat takarítjuk be. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem kedves vendégeinket és kedves mindannyiukat a mai nap alkalmából, Szarvasváros képviselőtestete nevében, és megkérem önöket, hogy jöjjenek el jövőre is a 20. alkalommal találkozunk. Kérem a Teremtőt arra, hogy adjon nekünk jó időt, jó reménységet, jó termést a jövő évben is. Isten éltesse kedves mindannyiukat. Köszönöm. Áldást. Hogy a munkánk eredményét jelképező kenyeret Isten igéje megszentelje. Imádkozzunk! Viselésének kegyelmét. Nyissa meg szemünket, hogy meglássuk a szükséges szenvedőket. Nyissa meg szívünket arra, hogy önzetlenül megosztuk a rászorulókkal mindazt, amit mi is ajándékul kaptunk mennyei atyánktól. Isten áldása nyugodjék hazánkon, a világunk jövőjén. Adja meg az Úr, hogy a kenyér sose fogjon el asztalunkról, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Kérem először Csaszvan Andrást, hogy hirdesse ki
az aratók eredményei. Ez így nem jó, ez már sok. Majd most tisztelettel köszöntöm a nézőket. Erdély István vagyok, a Valipur ZRT-nek a felnök vezérigazgatója. Itt vagyunk az arató ünnepségen, Ezüstszőlőben. Ez számunkra mindig egy ünnep, hiszen a közösségnek nagyon fontos és értékes eseménye. Faluapraja nap nagyja részt vesz rajta. Sok dolgozó van, aki nálunk dolgozik. Innen így, így nem csak egy nagyvonalú vagy gesztus részünkről a támogatása, hanem ez kötelességszerű is, úgy gondolom, hiszen az emberek mindennapokban nálunk dolgoznak, és a fizikai erejüket, munkájukat, tudásukat, ott az alkotásukat, teremtő képességüket ott adják át nekünk, ezáltal is segítve mind a város, mind a környék apraja nagyját. Minden nap, vagy minden évben teljesebb és teljesebb, egyre többen vannak. Most már a Kárpát-medence különböző településeiről is, így Kárpátaljáról, Székelyföldről, természetesen Szlovákiából is, Székelyföldről egyre többen, és régi ismerősként üdvözöljük egymást mindig ezeken az eseményeken. Köszönöm szépen! Nem baj, majd megisszam, most akkor koszintunk. Most akkor ide nem? Igen, persze, kedves egészségetekre. Köszönjük szépen, és akkor most benne vagyunk. De lenne. Ez a pálinka, ezt tudod, mert olyan pálinka, hogy a szilvát egyenként szedik. Ez valóban így van, hogy a szilvát egyenként szedik, és utána... A rohadtakat a földről. Ne, hát a rohadtakat, az nem, kihagyják belőle, és csak a szép szilvákat szedik bele a hordóba, és aztán, amikor az majd megérik, akkor van ebből kifőzve ez a szép fehér nedű. Köszönjük szépen a kedvességet. Egészségetekre. Ez nem hangos. De és hol maradnak a puszik, kérem? Tessék? Hol maradnak a puszik? Az majd utána. Ja. Akkor hogy kamerázom le? Elsőt Ildi. Azt igen, a nagyobb. Már úgyis minden nem leszel benne, de nem. Első puszik. Gyertek ide, aztán... Gyertek ide, fiatalok, tessék beállni. Még rajta leszünk mindannyian. Többszörösen is. Most tartja a doklevelet, így van. Nagyon helyen. Nagyon boldog vagy. Igen, helyen. Nagyon boldog vagy. Veszprém TV. Köszönjük szépen. Na, így meg így leszik. Nem, ővé. Nem, ő nem iszik, mert neki vezetni kell. Másképp meginnad? Megint. Zöldjél neki egy picit. Ugyanúgy. Elég. Igen, így. Így iszta mindenki? Igen, így van. Így iszta mindenki, így. Na. Egészségügy. Egészségügy.